A Kölesdi Zönge népdalkör nyitotta meg a díszítő művész szakkör fehér hímzéseiből álló tárlatot október 7-én Bonyhádon, a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. A minden esztendőben bővülő vándorkiállítás 14 éve indult útnak. És hogy mi a cél a kiállítással? Ezzel a kiállítással és minden vidéki kiállítással, hogy megismertessük Kölesdet, mert én vagy a megnyitómban én szoktam megnyitni, mert most miért mondjam el valakinek, amikor én tudom, akkor tulajdonképpen nem csak a hímzésről beszélek, hanem Kölesdről, meg hát több mindenről, a kölesdi népviseletről. Tehát azt szeretnénk, hogyha minél többen megismernék, hogy Kölesd sokszínű. A kölesdi díszítőművész szakkör 3 éve ünnepelte a 40. évfordulóját, és a 40. évforduló után, illetve nem már a 30. évforduló után úgy gondoltuk, hogy nem Kölesden állítunk ki, hanem vidéken, mert hát ugye 30 év alatt minden évben Kölesden voltunk, és már mindenkinek a könyökén jön ki a kölesdi fehérhímzés, és akkor így elkezdtünk tájolni. Először a szomszéd falvakba, Kajdacsra, aztán Siógárdra, Nagydorogra vittük a munkáinkat, és akkor most hát ez a 14. olyan kiállítás, amit vidéken, minden évben máshova. És akkor Pakstól kezdve 2 éve voltunk például a Babits Művelődési Házba, ott is nagy sikerünk volt. Vargáné Kisfalvi Erzsébet szeretné, ha nem veszne el ez a hagyomány és ez a régi szakma, de nehéz utánpótlást találni. A fiatalság nem ér rá kézi munkázni, úgyhogy általában, amikor van megújulás, akkor ugye a nyugdíj körüli, vagy éppen nyugdíjba mentek azok, akik jönnek, és most van egy kis fiatalka, akinek mondtam, hogy neked szeretném átadni, és nem tiltakozott. Amit itt látunk, hát abroszokat, terítőkkel, aztán hát használati tárgyakat, többnyire terítőket, és ezek kis apró dolgok is vannak, amik ugye a maradékanyagokból, és akkor ezt ilyen pohár alá tétnek, meg ilyesminek. És akkor ajándékba is szokták, mennek orvoshoz, akkor nagyon örülnek, amikor ajándékba visznek ilyen munkákat. Aztán kötényeket is szeretik nagyon a kötényeket, hát most nem, de van, amikor volt már olyan kiállítás, hogy majdnem csak kötényekből állt, aztán női blúzokat, aztán pici babának garnitúrát, ugye kocsiba garnitúrát, ilyesmiket készítünk. Jellegzetes mintákkal dolgozunk, hát ami nagyon jellegzetes, ugye hát az inda, az tulajdonképpen minden népi hímzésnél megtalálható. Hát nálunk ugye ott a sió, a sárvíz, és akkor ezek adják ezt az inda vonalat, és a szőlő minták, mert ugye egy bortermelő vidék, és akkor a szőlő, és amit sehol nem találtam másutt, az a szőlővirág, az egy nagyon érdekes kis minta. Aztán rozmaringák, meg na most a kölesdi hímzésnél nem csak töltött minták vannak, hanem ahogyha itt végignézi valaki, akkor látja, hogy a lukhímzés az nagyon jellegzetes. Szépen csinálják az asszonyaim, úgyhogy nem egy olyan kiállításunk volt, amikor megkérdezték, hogy ugye ez géppel van. És akkor mondtam, hogy nem, hát itt semmi géppel nem készül. És a nagyobb virágoknak a közepén pedig ilyen pókozásos minta, ami tulajdonképpen a csipkevarrásnak egy variációja. Aztán a széleket, azokat sokszor horgolással fejezzük be, a horgolás is divat volt, a törölközőkön és a szőttes abroszokat, ugye a két szélt azt ilyen horgolással hozták össze, és akkor azt is szívesen csinálják itt a minták szélén, vagy a munkák szélén. Október 29-éig tekinthetik meg az érdeklődők a kölesdi fehérhímzés kiállítást Bonyhádon, a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban.